körülbelül 9 éve, jól emlékszem, azóta így dedikálunk, Nemere István és én. Mégpedig azért, mert a könyveinket nem áruljuk üzletekben, és járjuk az országot, és mindenféle plázákban, üzletközpontokban, fesztiválokon, különböző rendezvényekben dedikáljuk a könyveinket, és már jó ideje vendégei vagyunk a Fürdőnek, a kellemes ősfás parkban dedikálunk már minden nyáron, körülbelül egy 6 hetet, 2 hónapot. Tartom, hogy itt vagyunk, de mindig is ellene voltam annak, hogy könyvet csak könyvesboltba lehessen kapni. Bennül a könyváros, és arra vár, hogy valaki bejöjjön, aztán esetleg vesz valamit. Ez manapság már nem így működik. Vagy az interneten kell elébük menni mindenféle szolgáltatásokkal, ezzel is. Vagy pedig kijönni az emberek közé. Ez sokkal többet jelent nekik is, meg nekem is, valljunk be őszintén. Én itten rengeteget beszélgetek a vevőkkel, akik olvasóim is egyben, vagy azok lesznek most, ha már láttak itt élőben, és aláírok nekik egy-két könyvet, akkor másképpen fognak egyáltalán gondolni rám is, meg a könyvekre, mint ír, meg az irodalomra is egyáltalán, mert hát ők beszélgettek egy íróval. Úgy gondoltuk, hogy oda megyünk, ahol sok ember van, és így végül tudomást szerezhetnek a könyveinkről, és hát már elég sokat dedikáltam, ugye nagyon sok a családos, külföldön élő magyar családok is ide jönnek, rokonlátogatásra, és itt pihennek, meg hát nagyon sokan az országból, aki így nyugalomra vágyik, és kis fürdőzésre. Sokkal személyesebb dimenzióban játszódnak a dolgok, és nekem is ad egy csomó ötletet, sokszor az emberek olyasmikat kérdeznek, amikre nem is gondoltam volna régebben, vagy egyszerűen adnak valami ötletet, vagy mi lenne, ha folytatnám ezt vagy azt a történetet, és akkor ez már nagyon érdekes. Sokat.